Na, sziasztok! A mai videóban pedig egy olyan témáról szeretnék beszélni, ami a napokban, vagy hétfői napon történt meg velünk. A Facebook, a Snapchat, az Instagram és a Messenger leállásáról lesz szó. Tartsatok velem! Ez, ami történt hétfőn este fél hét után, az olyan, mintha, hát hogyan is mondanám, teljesen leállt minden, tehát az internet fele, tehát teljesen leállt a Facebookon, Facebook társa a Messenger, a WhatsApp és az Instagram is leállt. Én csak egyszer azt veszem észre, hogy olyan, mintha nem lett volna net. Én elsőnek azt vettem észre, hogy elfogyott a mobilnetem, meg ilyenek. Nagyban megnyitom, nem tölti be, tehát nem, olyan, mintha nem lenne netem. Tehát úgy szokott viselkedni, mintha nem lenne net. Aztán utána pedig így, hogy gyors vonaton jött a hír, hogy teljesen leállt minden az egyedül a Netflix ment, a Facebook, a Messenger, a WhatsApp és az Instagram leállt Európától egész, Amerikától, az Észak-Amerika, Dél-Amerikától kezdve, Ázsiától egész Afrikáig, úgyhát a teljes világot megcsendítette ez az egész leállás, meg sokan bejelentették a hibát, hogy leállás volt meg minden. Én 2 órán át azt hittem, nincsen net. Hát fél héttől egész 8 óráig, aztán utána elkezdtem vágni a keddi videót, úgyhát elkezdtem vágni. Azt hittem nincsen, hát aztán így reggel magában megvágtam az indexképet is hozzá, minden, azt hittem, hogy nincsen, hát én tipikus olyan ember vagyok, hogy egyszerre nem hiszem el a dolgokat, és teljesen letargiába kerültem, hogy nem lehet használni Facebookot, és ott jelent meg az én személyiség, vagy nem, érzésembe, hogy függő lettem ennek az egész platformnak, az Instagramnak és a Facebooknak, meg a Messengernek. Nincs olyan nap, amikor nem beszélgetnék, de szokott lenni az szombat délelőtt, vagy másik napokon, amikor suliba vagyok délelőtt, tehát akkor abban az időszakokban nem lehet engem elérni. Nagyban, hogyan is érinti ezt a világ ezt a leállást. Hogyan is mondhatnám el, hogy tipikus az a, hogyan is mondanám, nagyban megmutatta a világnak, hogyha nem lenne közösségi média, meg ilyenek, akkor, hogyan is mondanám, akkor nem lenne meg az a varázsa, így az emberek, sok lenne az öngyilkosságok gyanúja, tehát nem tudom, tehát szerintem ez lenne a legnagyobb része az egésznek, hogy szerintem az emberiség, szerintem nem tudna élni közösségi média nélkül, mert minden egyes nap posztolnak, posztolás hátán, és persze, szerencsére a YouTube, a Netflix, meg ilyen más platformok, meg a Snapchat, meg ilyenek, azok nem álltak meg egy kicsi időre, nem, ők nem álltak meg, ők tudtak tovább, minél tovább menni. Én egyedül ezek közül a 4 applikáció, én az Instagram, a Facebook és a Messenger-t használom. A WhatsAppot meg nem is ismerem, úgyhát amikor mondták, hogy az leállt, én nagyon nem is tudtam, hogy mi ez az app, mit csinálnak azon, ugyanolyan szerintem, mint a maga a Snapchat, csak más névvel, mindegy.
Én nekem az a véleményem erről, hogy hát az emberiségnek meg kellene azt a határt húzni, hogy mettől meddig szabadna közösségi médiát használni. Tehát persze minden egyes fiatal, persze most leállt ez a 4 applikáció, és egyből átmentek TikTokra. Tehát ez a fajta változtatás, hogy akkor most akkor 6 óra, hát összesen este fél héttől egész reggel 7 óráig nem volt semmi, így hát nagyban nem volt közösségi média, 4 applikáció leállt 6 órára, így hát nagyban az emberiségnek, hogyan is mondanám. Szerintem úgy fogják föl a fiatalok ezt a leállást, hogy az emberiség bukása, nem az emberiség bukása, hanem a, hogyan is mondanám, ez egy szép, hát, hogy így szomorkodtak, hogy nincs ez, meg ilyenek. Én elmondom az őszinte véleményemet, én abban a 6 órában, hát persze, 9 óra, hát fél héttől egész este 10-ig én Netflix-eztem, meg vágtam a keddi videót, úgyhát megvágtam szépen alásan, utána meg Netflix-eztem, egy órás filmet megnéztem, nagyon tetszik a film, majd be fogom vágni valamelyik a 4 applikációnak a, hogyan is mondjam, ikonját, úgyhát ide a két oldalra fogom tenni a cuccost, a ikonját. Én engem, hogyan is mondanám, közepesen érintett ez az egész. Persze a nővéremet úgy fogta föl, mintha mekkora életveszteség lenne, hogy ez a 4 applikáció nem volt. Én el tudtam lenni nélküle. Nem tudom, én nekem volt olyan napom, volt olyan időszakom, amikor nem használtam semmit. Úgyhát Instát se használt. Volt egy nap, vagy nem, egy hét, vagy nem tudom, ilyen wifi-mentes világnap volt akkor is, hogy nem használtam semmi médiát, semmit. De olyan jó éreztem magam, felszabadult voltam, pihentem jó sokat, nem foglalkoztam a médiával. Most nem tudnám elképzelni nélküle a, hogyan is mondanám, az életemet. Tehát ezek a közösségi médiák nélkül engem, hogyan is mondanám, ha 10-es értékelést adnák, akkor egy olyan, hogy hogyan érintett engem, ez egy 4-est érdemel, hogy én teljesen el voltam nélküle. Csináltam a további dolgaimat, amik elmaradtak, és legalább nem az internet sötét bugyraiban szagláztam, úgyhát nagyban nem azt csináltam, amit szoktam, hanem este a komfortzónából kilépve filmet néztem. Nagyban szerintem a, hogyan is mondanám, az emberiség 90%-a nem tudna az internet, hát olyan, mintha az internet kihalása. Persze, most jön ma, mondok egy hasonlatot. 20 év múlva, 40 év múlva a robotok fognak minket etetni. Úgyhát a robotok fogják átvenni az uralmat. Ez egy kicsi hátránya, hogy volt ez a leállás. Úgyhát persze internet ide vagy oda. 20-40 év múlva a robotjaink fognak etetni minket. Vagy 100, mert ha annyira belemélyedünk a ennek a szisztémának, hogy mennyire fejlődik az internet és maga az internet sebesség és a maga a szolgáltatók, meg az eszközök, meg mennyire fejlődik a világ. Én nagyon így, hogyan is mondanám, én nekem ez nem tetszik, hogy ennyire fejlődünk előre, és megyünk bele olyan sötét bugyrokba, hogy hát ezt nem hiszem el. Tehát nagyban, hogyan is mondanám, szerintem az emberiség leckét kapott. Szerintem, amikor leállt minden, szerintem mindenki elgondolkozott azon, hogy
hogy mennyire érdemes, hogy függő, hát kitudódott az emberiségbe, hogy ki függő, meg ki nem. Úgyhogy hát persze, akik nem használják a közösségi médiát, azok nem éreztek ebből semmit. Úgyhogy hát nagyon ennyit erről, úgyhogy hát engem nagyon nem rázott meg ez az egész. Én őszintén megvallva, úgyhogy hát engem nagyon nem érintett, nővéremet érintette, úgyhogy hát tehát ennyi. Na, köszönöm szépen a figyelmet, ha tetszett, dobj egy lájkot, iratkozz fel, nyomd be a csengőt, hogy legyen majd a következő ilyenfajta videóról. Találkozunk a következő videóban, én mindig Laci voltam, és sziasztok!